A 8 győztes bajnoki mérkőzést követő Balmazújváros elleni hazai vereség után azzal a céllal utazott Gyirmútra Nyíregyháza Spartakusz, hogy pótolja az otthonában elvesztett pontokat. A vendégek ennek szellemében kezdték a mérkőzést, és már az 5. percben megszerezték a vezetést, a sérülése után visszatérő Bajzát 11-ből juttatta előnyhöz a Sparit. Fél órával később a gólszerző a kiállítás sorsára jutott, és mivel az emberelőnyben lévő hazaiak az 52. percben egyenlítettek, az idei szezonban első döntetlenjét játszó Nyíregyházának meg kellett elégednie egy ponttal. 10 emberre valóban küzdelmesen, tényleg rendkívül koncentráltan, fegyelmezetten végigjátszottuk ezt a mérkőzést. Gyirmóton elhozni 10 emberrel, úgyhogy egy órán keresztül emberhátrányba játszunk, azt gondolom értékes pont lehetne, hanem azt az első 30 percet produkáljuk, amiben egyértelműen úgy nézett ki, hogy a 3 pont lehetősége is, sőt több, mint a lehetősége benne volt. Én ezt így érzem, ezért van hiányérzetem. Nyilván utána már mindent megtett a csapat azért, hogy ponttal vagy akár pontokkal is távozzunk. A Spari 10 forduló után 25 ponttal áll a tabella élén, megelőzve az egyaránt 19 pontos Balmazújváros, Dunaújvárost és Siófokot. A piroskékek szombaton a 12 pontjával 12. helyen álló Szolnokot fogadják. Azt gondolom, hogy a saját játékunkat kell játszani. Egy küzdelmes mérkőzést várok mindenképpen, és remélem, hogy itthon tudjuk tartani a 3 pontot. Egyértelmű ez a célkitűzés, hogy 3 ponttal legyünk gazdagabbak ezután a mérkőzés után, nem is lehet más. A Nyíregyháza Spartakusz Szolnok mérkőzés szombat délután 14:30-kor kezdődik a Városi Stadionban. A találkozón Lucsánszki Tamás nem számíthat a kiállítása miatt eltiltott Bajzát Péterre és a sérülése után lábadozó Mincér Tiborra.